Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 24-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, tervei, mi foglalkoztatja őt. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Ha mi ezt a képet megtekintjük, akkor látjuk, hogy ő boldog a családdal, a barátokkal, ez egy összejövetel. És pontosan ez a kép, amit ő kifele mutat, vagy kell, hogy kifele mutasson, mert valaki szeretné, ha ő így viselkedne. Viszont meg kell, hogy nézzük a számot is, és ez itt a 9-es szám. Ez a 9-es szám mutatja a korlátokat. És ő nem akarja ezt a képet mutatni, elege van belőle. Ő most úgy gondolkozik el ezen az egész eseményen, nem. Ezt nem csinálom tovább. Én nem akarom ezt a képet mutatni kifele, mert ez nem a valóság. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi most betekintünk az ő érzelmi világába. Ez a kislány mutatja a gyermekeket, az ő gyermekkorát. Jönnek az emlékezések. Van benne egy kis nosztalgia is. A 6-os szám ugyanazt mondja ki, a múltat. Viszont ez a kislány, mint gyermek, jelenti az új kezdetet is. A 3. kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ez a kártya mutatja. Szintén a 6-os szám, mint itt is. És a 6-os szám a múltakat jelenti, az emlékeket, az, ami már lezáródott. De ami nála még a múltból megmaradt, hogy ő úgy gondolja, és ezt fogja is veletek közölni, hogy valaki kihasználta őt. Ez a gazdag férfi ad, és ad, és ad, a másik pedig elvesz tőle valamit, és pontosan így érzi magát. Valaki kihasználta őt. De ezt a kártyát nézhetnénk másképp is. Ez a nagy úr, ennek van benyomása, nagynak érzi magát. Ez lehet egy hölgy is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. És ő itt ül a földön, kicsinek érzi magát. Vagy ez az úr, aki egy hölgy is lehet, mindig kicsinyítette őt. És pontosan ez, ami őt most zavar. Ezt mutatják itt az egerek, mert ez idegesíti őt, zavarja. Az egerek nem csak ezt az állapotot mutatják, hanem a félelmeket is. És kell, hogy azon túltegye magát. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!